Adventi istentisztelet. Fenyőfavásár. Adventi koszorútrend. Dr. Simicskó István Karcagon. F. Kovács Sándor, adventi köszöntője. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 5-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagylemplomba. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A napjainkat kitölti most a várakozás. És nem csak ilyenkor, adventkor, hanem egész életünk folyamán nagyon sokszor várakozás jellemzi az életünket. Vegyük egy kicsit sorba, hogy kiket és miket szoktunk várni mi emberek. Lehetetlen felsorolni, mert hát különbözőek vagyunk, különböző élethelyzetekkel, gondolkodással, tapasztalattal. Mindannyiunknak különböző a várakozása is. Különböző dolgokat, különböző eseményeket várunk. De azért néhány dolgot el tudunk mindannyian sorolni, hogy kit és mit szoktak várni, úgy általánosságban az emberek. Hát azok az emberek, akiknek egy kicsit kevesebb a pénzük, ők azt várják, hogy végre már legyen több pénzük. Aki elveszítette az állását, vagy éppen nem volt még munkája egyszer sem, ő azt várja, hogy hát ha sikerül egy jó munkahelyet megcsípni, végre elhelyezkedni, és a munkámmal szolgálni az Istent, szolgálni a családomat. Aztán, hogyha valaki bekerül a kórházba, azt várja, hogy onnan kijöhessen végre már, és a családban lehessen újból. Vagy éppen valaki arra vár ezekben a napokban, hogy a kórházi beutalóját megkapja, és elkezdődhessen a gyógykezelése. Aztán gondoljunk egy kicsit a fiatalokra is. A fiatalok azt várják, hogy minél többet együtt lehessenek azzal, akit kiválasztottak maguknak. Aki annyira tetszik nekik, akivel annyira jó együtt lenni. Aztán a veszekedő házasok is várnak valamit. Összekapnak, civakodnak, és azt várják, hogy a másik kérjen bocsánatot. Vagy ha nem kér bocsánatot, akkor változzon meg, vagy éppen, ha nem hajlandó megváltozni, akkor menjen Isten hírével. Váljanak el az útjaik. Aztán a félretolt és lenézett ember, mert hát ilyenek is vannak, arról álmodozik, hogy egyszer majd megbecsülik őt a képességei miatt. Körül csodálják, és elkezdik őt is ünnepelni. Adventről, szeretett testvéreim, úgy beszélünk, hogy az a várakozás. A várakozás idejében vagyunk. A karácsonyról pedig úgy beszélünk, mint a beteljesülés, a megérkezésnek az ideje. Lutz, ezüst, Nordmann fenyő idén is ezek a legnépszerűbb fenyők a vásárlók körében.
Sáló. Azt minden vevőnek el szoktuk mondani, hogy mielőtt beviszik a fát, jól rázzák le, hogy a kórokozók lemenjenek róla. Jól megrázza, és akkor a baszik, a kórokozók lemennek róla. Már legtöbb helyen árusítják a fenyőfákat, és akadnak is olyanok, akik ilyenkor beszerzik a karácsony egyik fő kellékét. A mai naptól elkezdjük árusítani a fákat, mert igen nagy az érdeklődés rá. A hétvégén érkeztek meg, de már kérdezik, hogy mikortól lesz árusítás, és úgy döntöttük, hogy a mai napon elkezdjük. A fenyők ára a mérettől és az árusító helytől, illetve a származási helytől is függ. Szerintem az olyan másfél-két métereseket szeretik a legjobban, és most már egyre többen keresik a normandot. Miért? Mert ugye tartósabb, nem hullik le olyan hamar, és azért. Idén a magyarországi termesztésű vágott lucfenyő 20-25%-kal, esetenként 30%-kal is drágább lehet a tavainál. A munkabérek, valamint a szállítási költségek emelkedése és az öntözési költségek miatt. Az emeléssel a lucfenyő ára már megközelíti a normann fenyőjét, amelyet eddig is nagy részt importból szereztek be. Németországból vagy Dániából, mondta televíziónknak Mándi Jolán árus. A normandokból, a 2,5-3 méteresekből az idén kevés lesz, azt mondták a termelők, és valóban így is van, mert nem nagyon tudtunk hozni. Vannak olyan vásárlók, akik már az árusítás megkezdésekor kiválasztják a fenyőfát, hogy biztosan meglegyen az ünnep dísze. Szinte én azért álltam meg, mert most vettem észre, hogy már fenyők vannak, és akkor ezek után biztos, hogy kaphatók is, és mivel nekem általában van régi szokásom, és ez igaz, hogy az illata nem megfelelő, de inkább a normand fenyőt szoktuk, mert olyan úgy csináljuk még mindig, hogy a földtől a mennyezetig érjen, mert elsősorban a gyerekek ennek szerezzen egy örök élményt, ezáltal nekünk is a gyerekekkel együtt, és az a legkevésbé, ami hullatja a levelét, és ezért inkább a normandot szeretjük, bár az igazi fenyő illatot a lucfenyő adja, meg az ezüstfenyő, de hát itt most a praktikumot is kell nézni, mert ugye a kicsi megszedi fölfel aztán mindent, amit talál a földön, az mindent szed a szájába. Az adventi asztalról nem hiányozhat az adventi koszorú sem. Szalai Zsuzsa virágkötővel az idei trendekről és árakról beszélgettünk. Mint a szakember elmondta, idén minden divat lesz. A megszokott piros, arany, ezüst színek mellett már feketés, lilás árnyalatokat is keresnek a vevők. A mai tapasztalatom az, hogy most visszatértünk nagyban a piros-fehérre, a zöld, ami mindenki számára a karácsony szó kimondása alapján, tehát mindenkinek ez jut az eszében. Utána el lehet gondolkodni azon, hogy kinek milyen szín élik be a lakásában, és ugye ez hozza magával a trend színeit. Itt megjelenhetnek a fekete az ezüsttel, a fekete arannyal, jelen van a lila, a fehérre, a krém, a barnás árnyalatok. A gyerekeknél, tehát ahol kis gyermekes családok vannak, ott jelen vannak a kis púderszínek, a hófehérek, a kis letisztult színek. Még mindig jelen vannak a készítményben a kedves kis figurák, a kis mese állatkák, a kis bambikák, tehát mindenféle, most ugye itt is bővültek a palettán a kínálatok, és ugye ezt mi igyekezzük elhozni a vevők számára. Az árak tekintetében a gyertyaárak jelentős emelkedése miatt a koszorúk is megdrágultak. A gyertyának jelentősen emelkedtek az árai. Ez függ megint a minőségektől, mert vannak nagyon-nagyon extra minőségek, ugyanúgy a kidolgozást fogja takarni, és ezáltal, tehát amikor készül egy adventi koszorú, és attól függ, hogy mi fog rákerülni, milyen kis kiegészítő, az a 7-8 ezer forintból már most lehet készíteni, ez egy ilyen kisebb, és ettől felfele a 25-30 ezer forint magasságában azért már ezek az extra minőségek. A tavalyi mesefigurák idén is divatosak, de a koszorún akár egy-egy életkép is megjelenik. Még a Mikulásnak a szánkója, a hintaszéke, tehát itt a kalitkák, tehát itt minden jelen van, amit csak el tudunk képzelni, mert én azt mondom, hogy itt ez a karácsony ünnepre való készület, ez nem csak a gyerekekről szól, hanem mi magunk is visszatérünk erre a kis mesevilágba, ábrándozásba,
visszatekintünk a gyerekkorunk emlékére. A gyertyák színei és méretei is változóak. Vannak a megszokott egyházi jelentéssel bíró lila és rózsaszín összeállítások, de vannak csak piros, arany vagy épp zöld színű gyertyákkal készült koszorúk és asztaldíszek is. Amikor több színű gyertyát teszünk a koszorúra, vagy épp egy tálba, akkor ugye első körben mindig az egyháznak a színeit tudjuk használni, a lila és a rózsaszínt. Ugyanakkor a hófehér is itt jelen van, és ettől kezdve a színvilágnak minden árnyalata jelen van. Tehát itt most már nem tudunk olyat mondani, hogy nincs, mert jelen van a színeknek az összes árnyalata, és ez határozza meg a lakásoknak a díszeit. Már nem csak a hagyományos szalma és fenyő alapra, hanem kerámia tálba, fatörzsre is készülnek adventi koszorúk. Az is jellemző, hogy sokan csak az alapot és a hozzávaló gyertyákat, díszeket szerzik be az üzletben, és otthon akár gyermekükkel közösen készítik el a családnak az adventi koszorút. Sokan megkeresnek az ügyben, hogy ők maguk szeretnék elkészíteni a kis adventi koszorúkat. Ennek az a fontos szerepe a karácsonyra való készületnek, hogy család összetartó szerepe van, és ez megint egy más világot hoz számukra. Ezért mi is biztosítjuk számukra azt, hogy minél olcsóbban meg tudják kapni a hozzávalókat. És ezért tehát a szalma alapot, vagy egy kis naturális alapokat akkor azt ugye összeszedjük, az olcsó gyertyákat, hogy ő maguk is otthon rá tudjanak készülni. Ez azt akarhatja magában, hogy azért itt 1-2000 forintot ők maguk is meg tudnak spórolni. Most, hogyha egy kicsit a pénztárca kimélés gondolatokba megyünk bele, itt a koszorú alapokat a tavalyihoz képest az a 2000 forintért tudtuk adni, most azért 2800, 2900, 3000 forint alatt azért hozzáférhető. A gyertyák úgy szintén, tehát a gyertyákat 350-ért tudtuk adni a tavalyi áron, most azért a 400-450 darabonkénti árat tudják beszerezni a vevők. És ugye ebből ők ki tudják kalkulálni a maguk kis asztali díszeiket. Van, aki ajándékba is készít családtagjainak, mert úgy érzi, az személyesebb. Bátrak Ligája versenyen, kadér bemutatón és országjáró lakossági fórumon vett részt Karcagon dr. Simizsó István, a KDNP frakcióvezetője, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Az országjárás keretében a Dériné Kulturális Központban tartott lakossági fórumon dr. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője, az elhibázott brüsszeli szankciókról és azok következményeiről szólt a szép számú érdeklődő előtt. A fórumon adta át Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő számára azt a karcagi képviselőtestület által elfogadott határozatot, amelyben tiltakoznak a brüsszeli szankciók ellen, és kérte, adja át azt a miniszterelnökség részére. A lakossági fórumon dr. Simicskó István részletesen szólt a brüsszeli szankciók Magyarországot negatívan érintő hatásairól. Arról is, hogy közös érdekünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és minél hamarabb fegyverszünet legyen, mert hazánk a békében érdekelt, hiszen az orosz-ukrán háború és az arra adott rossz uniós válaszok mély nyomot hagynak a világgazdaságon és a magyar gazdaságon is. Nyilván nem szeretjük a provokációt, nem szeretjük az agressziót sem, tehát mi a béke pártján állunk, és hála Istennek nem nekünk kell igazságot tenni ebben a háborúban. Tehát nem mi vagyunk a döntőbírók, és óvnám is magunkat, hogy eldöntsük mi az igazságot. Mindenkinek megvan a maga egyéni megítélése ebben, de az biztos, hogy a nemzeti érdek az a béke, és világosan látható, ahogyan Kósa Lőr szokott fogalmazni, napnál is világosabb, hogy úgy is mondhatnám, hogy még az árnyékból is látszik, az árnyék kormányból is. Itt ugye a város több politikusról híres, meg hírhet. Ugye az árnyék honvédelmi miniszter, ugye a Vadai Ágnes, aki szintén eléggé komoly szankciópártiságról győzött meg minket. Viszont világosan látszik, mondom, az árnyék kormányból is, hogyha józanul végig gondoljuk, és látjuk az eredményeket, hogy mi történt, vagy az eredménytelenséget a szankciók hatására, látjuk, hogy nem állt le a háború. Nem lett béke.
nem esett érde Oroszország. Ezzel szemben Európa eléggé gyengén áll. Energiaválság, bizonytalanság, hogy ne mondjam már-már a létbizonytalanság, árak elszabadulnak, infláció elszabadul, és látjuk, hogy mindez nem számít. Ráadásul nem is kérdezik meg az Európai Unió polgárait, egyetlen nemzeti tagállamban sem kérdezték meg, csak Magyarországon kérdezik meg, most már 12. alkalommal fontosabb kérdésekben. Hát már pedig egyébként a biztonságunk, fizikai és létbiztonságunk kulcskérdés. Hogyha az Ebrem-Maslow piramist fölvázoljuk, ugye a fiziológiai szükségletek, enni, aludni, inni, stb. Az alap, erre épül utána rögtön a biztonság igénye. Rögtön a biztonság. De az emberek nem szeretnek félni. A biztonságérzet az egy persze befolyásolható, különböző média források törekednek is erre, de alapvető érdekünk, hogy békében maradjunk, és egyébként pedig a magyar kormány gazdaságpolitikája, azok a akciótervek, programok, a gyárak, a nagy foglalkoztató, sok munkáról foglalkoztató cégeknek a megmentése, a kis és közepes vállalkozások segítése, a Széchenyi kártya felhasználtásra, a kamatstop, stb. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy, és bizonyos élelmiszereknél is az árstoppok alkalmazása, meg a benzinnél is, üzemanyagnál is, dízelnél is, ezek mind-mind az emberek, és nem beszéltem még a rezsicsökkentés megvédéséről, vagy hát legalábbis nem engedjük, hogy ránk szabaduljon a világpiaci ár. Ezek most horribilis növekedések, így is jelentős növekedés van, és ez mindenkinek óriási teher. De hogy érezni kell azt, hogy óriási erőfeszítéseket tesz a kormányzat. És világosan látszik, hogy ez a szankciós politika egy elhibázott szankciós politika. Hozzátette, a magyar kormány mindent megtesz a gazdaság megerősítése és a családok védelme érdekében, mert a gazdasági növekedést fenn kell tartani a stabil költségvetés érdekében. A fórumon szóba került a Honvédelmi Minisztersége idején elindított kadétprogram is, mely már a rendkívül eredményes, hiszen tanulmányaik befejezését követően rengeteg fiatal választja a katonai pályát, ami kiemelten fontos, hiszen globalizálódó, kihívásokkal teli világunkban Magyarország biztonságának záloga az erős magyar honvédség, fogalmazott az előadó, aki arról is beszélt, fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt, és elmondják véleményüket a brüsszeli szankciókról. F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselője gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját. A Városháza előtti téren advent második vasárnapján a feldíszített karácsony felőtt Olosz Réka, az országos adventi szavalóverseny külön díjasa szavalata után F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját, és kívánt jó mikulásvárást a megjelent sok kisgyermeknek. Amikor itt körbenéztem, azt láttam, hogy nagy az izgalom. Valakit várnak. Én örültem, hogy lehet, hogy engem várnak, de ahogy nézegettem az arcokat és a mosolygó szempárokat, láttam, hogy nem egy ilyen öltözékű embert várnak, hiszen nem fekete kabátosat, hanem piros ruhásat. Lehet, hogy szánnal érkezőt, vagy kocsival érkezőt, és nagyon készültem, hogy egy komoly beszédet mondok itt az adventi gyertyagyújtásról és a most következő gyertya meggyújtásáról, de azt látom, hogy a közönség soraiból már az izgalom valaki mást vár. Nem tudom, tudjátok-e, hogy kit vártok itt most nagyon? Így van, elhangzott, és én Kenderesről jöttem, és az úton már láttam a Mikulásnak ugyan nem a szárnyát, mert nincs nagy hó, hanem láttam a lovaskocsiját, mert Karcagon kivilágított lovaskocsival jön a Mikulás, és nem soká ide fog érni. Én szerintem, mire meggyújtom a második gyertyát, addigra megérkezik, és a jó gyerekeknek ajándékot, a rosszaknak, pedig itt nincsenek rosszak, azoknak virgácsot hoz. Én kívánom azt, hogy minden kicsi gyermeknek, minden fiatalnak, minden testben vagy lélekben fiatalnak nagyon sok áldást és ajándékot hozzon a Mikulás, és kívánok mindenkinek boldog, békében telő adventet és áldott karácsonyt, és akkor nekem már nincs más feladatom meggyújtani a második gyertyát, hogy a Mikulás, amikor a szánnal ide érkezik, akkor lássa, hogy pontosan ide
a karácsonyfához kell leszállnia, úgyhogy várjuk, és hogyha tudunk neki énekelni valamit, csalogassuk majd elő. A gyertyagyújtás közben a Mikulás is megérkezett, és a Városháza erkélyéről integetett a gyermekeknek. S szaloncukrot osztott, majd lovasintójával tett egy kört a városban, mielőtt tovább indult volna, hiszen sok településen vártak még rá. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!